nama, zamolimo našeg gosta Laslava Arhuk, jednog od osnivača pokreta, da pozdravi sve prisutne. Fehire, moramo raditi, da možemo da malo biti u njegu. I ovo što je stilano, dobro večer. Nehéz ember próbáló, ő egy hónap van mögöttünk. Nem állítom azt, hogyha tudtuk volna, hogy mibe vágjuk a fejszénket, akkor ebben nem vártunk volna bele. Azt gondolom, hogy abban az esetben is belevágtunk volna. De az, ami velünk mindannyiunkkal együtt ebben a néhány hétben történt, az mindenképpen volt, minden volt, csak könnyű nem. Rengeteg nehézséggel szembesültünk, rengeteg kihívással találtuk magunkat szemben. A Magyar Mozgalom egy 8 hónappal ezelőtt alapított szervezetként nyilvánvalóan nem volt teljes mértékben fölkészülve arra, ami történt velünk. A koalíciós partnerünk, a BMDK egy nagyon-nagyon sok vihart megélt szervezetként, szintén emberfelettit kellett, hogy teljesítsen. És hát az, ami, és nyilván ez a médiából is végkövethető volt, az, ami velünk szemben az elmúlt egy hónapban történt, az pedig nyilvánvalóan még inkább megnehezítette a dolgunkat, de ennek tudatában is ezzel együtt tudjuk azt megállapítani, hogy ez egy sikeres bő egy hónap volt. Megpróbálták gyakorlatilag minden létező és nem létező megengedett és meg nem engedett, a büntetőjog határát is olykor túllépő módszerrel megakadályozni azt, hogy ezeken a választásokon a Magyar Mozgalom és a VMDK együttműködése megjelenjen. Azzal kezdték, hogy megpróbálták megbuktatni a listák elnevezését, de bizonyosan sokan emlékeznek, Becsén kezdődött ez a veszőfutásunk, amennyiben a Becsei önkormányzati listánk elleni támadás sikerrel zárult volna, akkor nagy valószínűséggel ebben a pillanatban csak és kizárólag a Szabadkai önkormányzati lista lenne olyan lista, amellyel vasárnap meg tudnánk jelenni az emberek előtt, mert ugye a Szabadkai önkormányzati lista az ellentétben a többi listával egy polgárok csoportjaként megjelenő lista lett. Az összes többi listánk, a tartomány és az összes többi helyi önkormányzati nem tudott volna megjelenni, hogyha ez a Becsei önkormányzati lista elleni közigazgatási per sikertelenül végződött volna a mi szempontunkból. Szerencsére sikeresen végződött, és ezért ebben a pillanatban azt tudjuk mondani, hogy egyrésztről lesz tartományi listánk, másrésztről pedig lesz 7 helyi önkormányzatban önkormányzati listánk. Óbecsén, Adán, Magyarkanizsán, Zentán, Topolyán, Zomborban és itt Szabadkán. Szembesültünk jó néhány további megbuktatási, elgáncsolási kísérlettel. A tartományi, a vajdasági listánkat is próbálták megbuktatni, mégpedig szintén egy mondva csinált jogi eljárásban, abban az esetben sem jártak sikerrel. Sikerrel jártak viszont az országos listánk megbuktatásában. Nem lesz országos listája, köztársasági parlamenti listája a Magyar Mozgalomnak, és hogyha az ember őszintén végiggondolja az elmúlt egy hónapot, akkor nyilván emiatt csalódott és csalódottnak kell, hogy legyen, és én is és mindenki más, aki ebben részt vett, minden bizonnyal csalódott. Ugyanakkor azt is el szeretném mindannyiunknak mondani, legalábbis azok nevében, akik szervezték ezt a aláírásgyűjtési kampány, lebonyolítási, jelöltállítási és minden egyéb folyamatot, hogy nem csak csalódottak vagyunk, hanem nagyon-nagyon büszkék is. Büszkék azért,
mert ugyan a 10 000 aláírás nem sikerült összegyűjtenünk, és nem lett országos listánk, de több mint 7 000 aláírást összesikerült gyűjtenünk olyan módon és olyan ellenszélben, amilyen ellenszéllel ebben a néhány hónap, néhány hétben szembesülni voltunk kénytelen. És mivel ez így van, ezért optimistán várjuk a vasárnapot, és azt is mondom, hogy közösen megállapíthatjuk, hogy azok a próbálkozások, amelyek arra irányultak, hogy ne tudjunk vasárnap megjelenni a választásokon, azok csak kis részben jártak sikerrel, ugyan országos listánk nem lesz, viszont mivel lesz tartományi listánk és két helyi önkormányzati listánk, ezért azok, akik megpróbálták megakadályozni, hogy a Magyar Mozgalom és a BNDK elinduljon ezeken a választásokon, azok alapvetően a próbálkozások sikertelenül végződött, mert hogy vasárnap lehetősége lesz az embereknek a tartomány és helyi önkormányzati listáinkat támogatva elmondani a véleményüket arról, hogy elégedettek-e azzal, ami az elmúlt hetekben, hónapokban történt, vagy elégedetlenek. És akik elégedetlenek, azok a tartományi és a különböző önkormányzati listáink támogatásával ezt kifejezésre tudják juttatni, és ettől kezdve, mivel ez így van, ettől kezdve válik igazából teljesen értelmetlenné az a próbálkozás, pontosabban az a sikerre járt kísérlet, hogy országos szinten ne tudjunk megjönni a választásokon. Ezt az alkalmat is szeretném kihasználni, hogy mindenki, aki itt van ebben a teremben, és elégedetlen azzal, ahogy ebben az országban mennek a dolgok, elégedetlen azzal, hogy a magyar közösségen belül intéződnek a problémák, mindenki a tartományi választásokon, a 10-es számú listát karikázza be, az önkormányzati választásokon pedig azokat a listákat, amelyeken ilyen vagy olyan formában megjelenik a Magyar Mozgalom. De még Gospoda, mnogo kritika i napada smo proteklih nedelja pretrpeli iz raznih razloga. Jedan od razloga je svakako bila subotička lista koju predvodi gradonačelnik Subotice. Napadali su nas iz razno raznih razloga. Naravno, pre svega su osporavali najveću vrednost ove odborničke liste, vrednost koja krasi Suboticu i našu Vojvodinu, to je svakako multikulturalnost. Saista su se ređali potpuno neprimereni napadi, neki su praktično na ivici i krivičnih dela po dubokom uverenju. I bez obzira na to mogu svima da vam kažem i to u ime rukovodstva Mađarskog pokreta, da ni najmanje ne žalimo što smo doneli odluku i podržali gradonačelnika Subotice kad je on predložio formiranje ove liste. Mislim da je broj i žestina napada najbolji dokaz da je on tada bio na dobrom putu. I ono što mislim, i to je moj ključni osjećaj u vezi ove liste, jeste da je najvažnija karakteristika i osobina liste pokreta za građansku Suboticu jeste iskrenost. Naime, bezbroj puta su i građanske političke stranke pokušavale da i sastavljali su multinacionalne izborne liste. Jedini je problem sa svim tim listama bila neiskrenost. Tamo su te velike stranke uglavnom na te liste pozivali i uključivali predstavnike nacionalnih manjina koji su za vrijeme izborne kampanje poslužili kao lep ukras, a nakon izborne kampanje su praktično redom gurnuti u drugi plan. Veoma slično su se i neke manjinske stranke ponašale, između ostalih i Vojvodinskih Mađara. Ona je isto tako i novim izborima uključivala i uključila pripadnike nemađarskih zajednica na svoje izborne liste, ali isto tako bez ikakve iskrenosti. Ova naša i vaša lista, mislim da se zaista
po ovoj svojoj osobini razlikuje, razlikuje od svih drugih izbornih lista koje će učestvovati na ovim izborima za odbornike grada Subotice, to što poznavajući ljude koji su na ovoj listi znam da ni jedna osoba, ni jedna ličnost, jedan stručnjak u svojoj oblasti nije na ovoj listi da bi bio ukras, da bi bila jebana. I ja se nadam da će ovu karakteristiku, da će ovu vrednost ove izborne liste ogroman broj Subotičana prepoznati u nedelju. Hvala vam. Dame i gospodo, poštovani građani Subotice, prvo, drago mi je što ste došli u ovolikom broju, pomalo se osjećam kao Novak Đoković, čini mi se da držim pobednički govor da smo mi već pobedili. I onda, kao i on što uvek čini, prvo moram da se zahvalim svim ljudima koji su učestvovali u kampanji i dali su svoj nemerljivi doprinos da bi ova naša lista Pokret za građansku Suboticu ugledala svetlost dana i sa kojim ćemo se mi u budućnosti verovatno ponositi i generacije koje dolaze iza nas će ovo posmatrati kao jedan istorijski moment u istoriji Subotice gde su se sve nacije i narodnosti u Subotice udružili. Na ovoj listi imamo Mađara, Srba, Hrvata, Bunjevaca, pozivamo i sve ostale, Bošnjake, Jevreje, Rome, Albance, sve druge, lista je otvorena. Neka priđu ovoj listi u budućnosti i da zajedno radimo i gradimo Suboticu i napravimo Suboticu lepšim i boljim mestom za život. Subotica u kojoj se ostaje, Subotica u kojoj se živi, Subotica u kojoj se stvara porodica i Subotica koja će biti ponovo evropska i sjajna, onaka kao što je bila svih prethodnih vekova i godinama koje su iza nas, i u Subotici u kojoj mi posmatramo i gledamo sve ove građevine koje su neki ljudi ostavili iza sebe. A mi da izgradimo jednu političku građevinu koja će biti na dobrobit svih građana Subotici. I hoću nešto da vam kažem. Ja sam bio u politici do pre 10 godina i tada sam napustio politiku, misleći da neke mlađe generacije će uraditi nešto bolje. Nažalost, sve političke stranke od 90. godine na ovamo, sad je već četvrt veka ili 25 godina, samo su razarale i političko tkivo i privredno tkivo Subotice, radna mesta su zatvarana, vrlo je malo radnih mesta otvarano. I sada vidimo isto još nešto u Suboticu. Dolaze da nas mire. Ne znam zašto bi se ja sa nekim mirio u Subotici kada se mi međusobno nismo svađali. Mi treba da, ne treba da se mirimo, mi treba da izgrađujemo poverenje. Poverenje je ključna reč i upravo ljudi na ovoj listi će se potruditi da u Suboticu unesu jednu novu dimenziju, a to je dimenzija poverenja, jer poverenje je ono što spaja ljude i ono što može da donese prosperitet i boljitak Subotice u budućnosti. I sad hoću još nešto da kažem i da poručim građanima Subotice i svima koji će ovo slušati. Često sam u zadnjih 10 godina slušao da ništa se ne pojavljuje u Subotici, svi političari su isti, sve stranke su iste, svi su lopovi, kriminalci i sve ostalo što ide epitet uz političare, a meni se u glavi ovih 10 godina vrzmala ova ideja multikulturalnosti, multikulturalne liste. I kad mi je gospodin Magaj predložio, ja sam ovo obe ručke prihvatio verujući da je ovo jedino ispravna ideja za Suboticu. I ako se ne iskoristi ova prilika, proći će godine, a možda i decenije, kada će neki ljudi iza nas shvatiti da je ovo jedini put za Suboticu koji može da ide. Znači, put udruživanje svih građana koji žive u Subotici i stvaranje boljitka za ovaj grad. U to ime sve vas pozdravljam, da dođete na izbori, da iziđete, svi koji slušaju da zaokruže broj 8. Živela Subotica! Dobro!
Kalmár Zsuzsa vagyok, a Szabadkai Népszínház magyar társulat elnök színésznője, és azt hiszem ez az oka annak, hogy ma itt állok önök előtt. Ugyanis biztos sokan tudják, de nem is fárasztom önöket azzal, kicsit több mint egy évvel ezelőtt a mi társulatunk élén egy olyan művészeti vezetőt próbált akkor a DMS csúcsvezetősége és az általunk jól befolyásolt Bologató Nemzeti Tanácsnak a kulturális bizottsága tenni, akinek nem titkolt szándéka az volt, hogy ennek a színháznak a magyar társulatát szétverje. Na most ez sikerült kivédeni, sőt ezt a harcot olyan remekül harcoltuk, hogy végül is győzedelmeskedtünk, és most egy nyugalommal élhetünk olyan művészeti vezető vezetése alatt, aki talán előre is tudja vinni ezt a társulatot. Amikor ez az út egyenesen vezetett minket a magyar mozgalomhoz, gondolom, hogy itt kicsi Dávidot fogtak össze ebben az esetben, mert kiderült, hogy többen vagyunk azok, akiknek nem felel meg ez a mostani rendszer. Többen látnak finom kis porréteket a működő rendszerek, és ezek a kis Dávidok mind összefognak, és ezt látjuk a magyar mozgalom esetében, és talán most itt a polgári szabadkáért mozgalom Jenő Mondai úr vezetésével, talán a mi esetünkben is. Amikor arról a magyar mozgalomban felmerült az, hogy engem valamelyik listára az én nevem oda kerüljön, akkor szerencsére volt egy kis időm ezen elgondolkodni. És hát nagyon sok minden állt az én fejembe ennek után, én is hiszem azt, hogy egy művész vagy magát művésznek tartó ember ne politizáljon. Másrészt pedig én emberileg, hát úgy néztem, hogy három gyerek édesanyja lettem, és valamiféle olyan képzetem van a gyereknevelésről, hogy szeretnék ott lenni a gyerekeim életében. És másrészt színésznő vagyok, és az is egy teljesen vett kíván. A színészekről pedig azt kell tudni, hogy tisztelet az igen ritka kivételnek, hiperérzékenyek és nagyon érzelmes emberek. Ami egy valamire való vitában őket teljesen használhatatlanná teszi. Én is mondtam, hogy előnek, amikor erről beszéltünk a bibliak a képviselősége, hogy de én sírkozok Jenő, ez hogy fog működni? Azt mondta, hogy nem baj, majd ebbe bele lehet jönni, hát kíváncsi leszek. Szóval minden a fejemben azt sikoltotta, hogy ez nekem nem kell, minden porcikán tiltakozott ellenbe, de közben meg nem, mert nem lehet otthon ülni. Mert nem lehet otthon ülni és bedugózni a saját kis házunkba, és közben az egyre inkább ellehetetlenülő életünkbe próbálni valahogy beletuszkolni a saját ambícióinkat. Ezért végül is azt mondtam, hogy igen, és nagyon büszke vagyok rá, és örülök, hogy ma itt lehetek önök előtt, és remélem, hogy a szavazóknál már sokkal többen leszünk, mint itt ma. A lista, amin indulok, a polgári szabadkáért lista, minden egyes sorával egyetértek a programjának minden egyes sorával. Talán a Népszínház felújítása mögé még odavigyeztetnék egy kis plusz kultúra támogatást. De hát minden szemben maga felé vagyok, a kezdeket meg szerintem vagyok, úgyhogy ezt szabad kimondolom. És én szabadkai lány vagyok, Szabadkán születtem, és Szabadkát választottam szülőhelyemről a férjemmel együtt, ők Szabadkán fiúi, Palicson élünk, és azt szeretném, ha Szabadka olyan város tudna lenni, ami ennek én a gyerekkoromban emlékszem rá. Én szerdlány mellett nőttem fel, ő tőle magyarul, én tőle szerdül tanultam, és így lettünk igazi szabadkai csajok mind a ketten, akiket nem lehet elvárni se Magyarországon, se Szerbiából, se Horvátországon, mert akkor ugye szerb-horvátról beszélgetünk mindannyian. És azt szeretném, hogyha Szabadka olyan lehetne, mint amilyen megérdemli, hogy legyen, tehát egy szekciós gyöngyszem, ezt biztos sokan mondják, de valahogy én azt érzem, hogy a lelkem zsigerénig érzem, hogy mit kellene, hogy jelentsen azt, hogy polgári értékek, vagy Kosztolányi Dezső, tudom, ez is lerábocson, de hogyha belegondolnak, akkor ez mind itt van bennünk. Tehát ez mind itt van a mi városunkban, és erre büszkének kell lennünk. És büszkének kell lennünk, és meglátni az értéket abban, hogy mi több nyelven beszélünk, hogy itt a kultúrák találkoznak. Én büszke vagyok arra, hogy vajdasági magyar színésznő vagyok, ugyanis akárhol megjelenünk, mi mások vagyunk, mint a magyarországi magyar színészek. Mi másképpen játszunk, mi másképpen gondolkodunk a színpadon, és ezt általában dicsérni szokták. Úgyhogy én erre nagyon büszke vagyok. Ugye ezt összeszedem a gondolataimat. Egy nagyon fontos gondolatot akartam még elmondani ezzel kapcsolatban, hogy Szabadka legyen hű a nevéhez. Legyen itt szabad. Legyen szabad a művészet, legyen szabad a sajtó, legyenek szabadok az emberek,
választásokkor ne néhegyen ott valaki mindig a nyakunkban, vagy riogassa őket ilyen a mondva csinált dolgokkal. Azt gondolom, hogy a magyar mozgalom elkezdett, és amit a mozgalom a polgári szabadkáért lista is követ, az az, hogy szabadon lehessen dönteni, hogy hittel lehessen támogatni valamit. Azt gondolom, hogy a hittel támogató dolgok sokkal tovább élnek, mint azok, amiket ilyen-olyan manipulációkkal a fenntartanak ideig óráig. Petőfi Sándor a 48-as szabadságharcban írt egy naplót, aminek egyik sora nem biztos, hogy szóról-szóra jól idézem, de azt mondta benne, hogy a respublikánus jelszava, a respublikánus én ma úgy értem, hogy a forradalmár jelszava, nem az, hogy le a királyban, hanem az, hogy tiszta erkölcs. És azt gondolom, hogy ha ehhez megpróbáljuk minél inkább tartani magunkat, akkor lehet, hogy néhány csatát nem fogunk megnyerni, de az emberek szemében vesztesek sose leszünk. Köszönöm szépen! Siguran sam da nas vežne jedna jedina stvar, ta stvar je najvažnija. Svi smo mi ovdje Subotičani, da li po rođenju ili opredeljenju, i svi smo ovdje samo iz jednog razloga, zato što volimo svoj grad. Mislim da je vrlo važno da svi zajedno pokušamo da uradimo nešto. Mi smo se ovdje skupili samo iz jednog razloga, da ovo što je rađeno u posljednje dve godine, da se dovede do kraja. 4 godine sam u funkciji, shvatio sam, sarađujući sa svim ljudima i svim strukturama, da jedino što je važno u ovom trenutku, što možda nas izvuče, jeste da imamo gradonačelnika za koga su glasali svi građani, koji je gradonačelnik svih građana i koji će imati jednostavnu snagu da stane ispred svih građana, nasuprot svih interesa drugih i svih ostalih političkih stranaka. Nama svima ovdje jeste interes samo grad Subotica. Smatram da koliko god sam razmišljali, koliko god razmišljali, koliko god gledali sve ostale ljude, sve ostale političke stranke, sve one koji su se istakli da vode ovaj grad, sve one koji su se sakrili i nisu smeli da se istaknu da vode ovaj grad, mislim da bez ikakvog razmišljanja mi imamo samo jednog kandidata. Mislim da je ovo, i siguran sam i uveren sam u to, da je vrlo važno za sve nas, koliko za nas, ali jeste za našu decu. Mi svi ovdje želimo da ostanemo ovdje, da svi zajedno živimo, da svi zajedno radimo i smatram da svi zajedno 24. treba da izađemo, da pozovemo sve svoje prijatelje, sve svoje rođake i da se pokrenemo i da posle duže vremena grad Subotica ima svog gradonačelnika za koga su građani glasali i za čoveka koji jedini u ovom trenutku može da izađe i ide pravim putem, jer niko, niti on, niti bilo oko nas nije dužan nikom ništa. Nismo dužni nikome, nemamo obavezu prema nikome, osim prema našim porodicama i prema našem gradu. Ja vas molim da 24. svi popričate sa svojim prijateljima, sa svojim susjedima, sa svojim komšijama, sa svojim rodbinom i izađete i date mogućnost da stvari koje su započete u dobrom pravcu koje ide posle 2 godine, da ih završimo za sljedeće 4 godine i da imamo jednu lepu i dobru Suboticu za život. Ja sam siguran da ćemo mi pobediti. Želim. Jako mi je drago što ste ovdje i što ste svi ovdje. Razmišljala sam šta da kažem, nije ovo prvi put da ja govorim pred ovoliko ljudi.
Danas sam mnogo razmišljala zašto sam ja ušla u sve ovo. I u jednom momentu sam shvatila. Želim da napravimo društvo, da napravimo Suboticu u kom niko od nas neće znati kako nam se zove gradonačelnik. Kom neće biti važno kako mu se zove gradonačelnik, jer će živjeti dobro, jer će njegova deca biti sretna. Jer on neće morati da radi po dva posla da bi školovao svoju decu. Jer će on kad dođe kući imati vremena sa njima da se igra. Da napravimo društvo svi zajedno, u kom će rad da se ceni, u kom će rad da se plaća, u kom će diploma da se ceni, u kom će radno mesto dobijati oni koji su najbolji za taj posao. To su moji razlozi. Mi smo odlučili da na ovoj listi Pokret za građansku Suboticu nju predvodi čovek koga svi poznaju. Jene Magle jeste jedan od ljudi koji je meni lično, možda mogu reći, u neku ruku i uzor. Većina vas ovde koji ste se priključili mađarskom pokretu su za mene ljudi kojima treba skinuti kapu i odati negde značaj na hrabrosti koju su uspeli da urade. Vi ste ti koji su nas ovde sve okupili. Mi smo se pridružili jedni drugima. Nema tu ni prvog ni poslednjeg. Mi smo svi jednaki. Ono što nas razlikuje od većine drugih je što smo jasno i glasno stali i rekli. Naš kandidat za gradonačelnika Jene Magle. Ne skrivamo se iza nekih brojeva na listi pa da dolazimo u situaciju da se bira politička stranka koja sutra odluči da je 15. na listi gradonačelnik. Mi to ne želimo. Mi želimo čoveka sa jasnom vizijom, sa jasnim planom i programom na koji način pomoći našem gradu. Na koji način pomažemo sami sebi. Na koji način sutra kvalitetno i dobro živeti u ovom gradu. Dnevno naš grad napuštaju čitave porodice. Više nisu usamljeni slučajevi odlaska stručnjaka u inostranstvo na rad. Cele porodice nas napuštaju. Ja sam u Subotici izabrala da živim. Ja sam ovde rođena i svojim izborom sam odlučila da ostanem ovde. Ja svoju porodicu želim u Subotici da zasnujem. Da bih sve to mogla, Subotica mora postati jedan ozbiljan grad. Subotica se mora vratiti renome prve dame. Mora postati jedan ozbiljan evropski grad. Ja vas zato molim da svi vi koji ste ovde pokušate svim svojim prijateljima, komšijama, rodbini, da kažete koliko je važno izaći na izbore. Koliko je važno odlučiti dati glas za prave ljude. Zato vas sve pozivam da 24. izađete, zaokružite broj 8, pa da onda u toku sledeće nedelje se ponovo skupimo i svi zajedno vidimo šta smo uradili kad budemo završili izbore i videli da je broj 8 ipak prepoznat od strane svih Subotičana. Hvala vam puno. Hvala poštovani prisutni, malo me ova muzika uplašila, ali zavrću se. Pa, na početku bi sve vas pozdravio i svima bi vam se zahvalio što ste izdvojili svoje vreme da dođete na današnju konvenciju. Mislim da je bitno da se pokaže
da postoji jedna kritična masa ovde u Subotici koji želi i priželjkuje izmene ili promene u budućnosti ovog grada. Nije bilo jednostavno i kad su se pitali ovde da li je bilo jednostavno, kao što je gospodin Varga rekao, pa ovih poslednjih meseci i po dana je zaista bio veliki izazov, ne samo za mene, nego pretpostavljam za većinu vas, posebno za one koji su zaista aktivno i u velikoj meri doprineli da mi danas budemo u ovoj situaciji. Imamo jednu punu listu, imamo jedan program vezan za grad Suboticu i da imamo jednog od retkih istaknutog čoveka za gradonačelnika. Nismo se skrivali iza liste, nismo se skrivali iza nekih programa, nismo se skrivali iza nekih političkih ličnosti sa nivoa republike, pokrajine ili stranke, nego smo rekli imenom i prezimenom ko su ti ljudi i koga predlažemo da u budućnosti vodi ovaj grad. Ali to može biti samo zajedno sa vama. Mi smo svi jednaki i samo zajednički možemo da promenimo situaciju na bolje u budućnosti ovog grada. Neko je rekao da je ovo istorijski trenutak. Zaista u poslednjih nekoliko decenija nije bilo ozbiljnih pokušaja da se oformi lista od strane grupe građana i da se napravi lista koja će biti građanska lista i koja će se truditi ili koja će raditi na tome da građanske vrednosti budu prepoznate i da se one implementiraju u tkivo naše zajednice. Ovo je nešto potpuno novo i bit će veliki izazov za sve nas, a pretpostavljam i za građane Subotice da prepoznaju ovu mogućnost i da nam daju podršku za budućnost. Mene je malo iznenadilo to da mi kao grupa građana, rekao bi, maltene outsideri, pored velikih političkih stranaka i pored velikih političkih podrški koje imaju te stranke ovde na lokalu, i ne samo u infrastrukturi, nego i u novcu i svemu ostalom, smo postali neki način možda glavna meta napada u poslednjih nedelju dana i desetak dana. Interesantno je da se velike stranke ovde na lokalu ne lože između sebe, nego pokušavaju da nas na neki način satru. Očigledno da je duh pušten iz boce i očigledno da je uznemirio noge koji su već unapred planirali i raspodeljivali plen posle izbora. Ja se nadam da smo im pokvarili računicu. Ja se nadam da smo u toj situaciji da posle izbora utičemo na to da ovaj grad zaista krene nekim drugim tokom, nekim drugim procesima i nekim drugim sistemima i nekim drugim principima. Ne može ovaj grad da ide napred po burazerskoj politici. Ne može ovaj grad da ide napred po trgovini iza kulisa. Ne može ovaj grad da ide napred na grabeži i na razvlačenju imovine. To smo videli u poslednjih 20 godina na šta je rezultiralo. Ovaj grad je u veoma teškoj situaciji. Mnogi naši su gledali, nažalost, to ne vide direktno, ali moramo reći. I bit će ogroman izazov za bilo koga ko bude preuzeo da rukovodi ovom gradom, da ga zaista pokrene i da ga izvadi ili izbavi iz ovog živog blata u kome se trebamo nalazi. Ja se nadam da će imati snage. Očekujem podršku vaših i svih sugrađana i molim vas da se potrudimo da ih nekoliko dana animiramo što više ljudi da se upozna sa našim programom, da se upozna sa našim principima i da pokušamo korenito da menjamo budućnost ovog grada. Hvala vam još jednom na podršci, hvala vam još jednom na tom poverenju koje ste mi ukazali. Ovo je za mene i velika čast, a moram reći i velika odgovornost. Ponekad se čovjek, ono što se kaže, zatrese u tome da šta ga sve čeka. Ali ono što je gospođa Žužana rekla, i ono što mi je danas i gospodin Podrogi rekao, onoga momenta kada uđete da zaokružite na biračkom mestu broj na koji ćete glasati,
razmislite, i svi ostali građani Subotice neka razmisle, da ne glasaju za sebe, nego da glasaju za svoju decu i za svoje unuke. To će biti budućnost ako se tako razmišlja. Prenesite to svojim sugrađanima, jer je ovde u pitanju faktički opredeljenje za svoju decu i za svoje unuke. To jedino može da nas pokrene, da promenimo način razmišljanja i možda i pristup prema rešavanju naših lokalnih problema. Hvala lepo. Mislim, kao što u ovoj listi priliči, obratit ću se na mađarskom jeziku i mislim da ova lista toliko minimum zaslužuje da onaj ko vodi ovu listu govori tečno oba dva jezika i da se može obratiti svim našim sugrađanima. Ljudi mi šurajim, ti ste otjelan ljubak. Noć ki i baš sam ukro, išao je svorgo lasko kipiše u realnom on to. Urijaš i pavo ve, pa hvaktu ko fejsinket. Nem moć faba, nem urijaš ima. Volu sinu vojnć, par murak pa rezervuj tam i koje zga ki i baš u kalju tim plebek tek. Nem iš gondol, dok iš nem iš alimo tu karo vojnć. Mi veliko mu sembe ne izniš, mi veliko mu to lako se zem zutu. Deo smo dolo mozdi šeć, nođo ju to nuša. Koji šikerut, enako čapotnog, zajedno od kit, unoba, mašte, unoba, mek izdeni, nahi šeć, neko nođo risile. Ujon elen silben, iš ujon elen alaš mentin, o mezi ritka bol tapastovatu, o zajedno od tih sedeg ben, eć, civil sezatiranja, ovdješ da bi tišavšeg i partiranja. I meg szeretném köszönni a magyar mozgalomnak a vezető testületének, hogy elfogadták azt a javaslatot, amikor abban az irányban mozdítottam el a listának az állítását, hogy ez ne kizárólag nemzeti alapon legyen felállítva, hanem próbáljunk egy olyan irányba elmozdulni Szabadkán, ami elsősorban a polgári értékrend mentén fog politizálni, másodszorban pedig figyelembe fogja venni azt, hogy Szabadkán közösen tudunk csak mozdítani a jövőre vonatkozva. Azzal kellett szembesülni, személy szerint nékem is, hogy az elmúlt két évtizedben a nemzeti közösség és a nemzeti közösségre épülő pártok azok elsősorban saját magukkal voltak elfoglalva, és az egymás közötti leszámolások. Nincsenek a közösségnek, nincsenek a városnak jövője, hogyha egyik és a másik nemzeti közösség állandóan egymással acsarkodik, és azzal foglalkozik, hogy hogyan fogja másokat legyőzni. Elmúlott az én életemben és önök életének, önöknek az életéből legtöbbüknek minimum 2,5 évtized 90 év óta, amióta sajnos nem előre haladunk, hanem inkább hátrafelé. És sokan sajnos keserű tapasztalattal tudják azt megállapítani, hogy hogyan éltünk esetleg a 80-as évek végén is, illetve 90-es évek elején, és hogyan élünk most. Hol vannak most a mi gyerekeink, és mi vár ránk, ha így folytatódik ez a folyamat az elkövetkező években. Ezért tartom fontosnak azt, hogy változtassuk ezen, próbáljuk változtatni ezen. Óriási kihívás ez, hiszen egy olyan kísérletről van szó, amelyet az utolsó két-két és fél évtizedben azért Szabadkán nem nagyon mertek meglépni. Illetve akik meglépték, azok fele más lépések voltak. Azt gondolom, hogy most van igazából egy olyan erőteljes lista, amely ki tudja mozdítani ilyen irányba a politikai folyamatokat, és én személy szerint is ebben hiszek. Sok itt közöttünk azt gondolom, aki meggyőződésből lett, akik meggyőződésből jöttek ide hozzánk. Nem értekből, hanem meggyőződésből. És elvek mentén próbáljuk a dolgokat kezelni. És azt gondolom, hogy csak ez lehet ennek a közösségnek is, és minden más közösségnek a jövője. Ha becsületesen, felelősségteljesen, szakmailag megalapozottan irányítsuk a közösségünket, és olyan emberek és olyan csapatok irányítsák ezeket a közösséget, akiknek megvannak ezek a képességek. Vége van annak, és lassan lejáró félben van az, hogy megvásárolt diplomákkal
illetve pár bologató Jancsikkal töltsük meg a vezető pozíciókat. Lássuk, hogy hova jutottunk, és azt gondolom, hogy ezen a dolgon, ha nem változtatunk, nem jobb lesz, hanem csak rossz. Én köszönöm az önök bizalmat, és megkérnék mindenkit, hogy továbbiakban is támogatja ezt a listát. 24-én menjünk ki, amennyien csak vagyunk. Mindenkit próbáljunk felszólítani és animálni arra, hogy igenis vegyenek részt a választásokon, hiszen az ő gyerekeik és az ő unokáik jövőjéről van szó. Nem mindegy, mi fog történni. Nekem az én kedvenc söröm a Bex. A Bexnek az egyik, azt mondom, hogy jele a kulcs. És azt üzeni a Bex, hogy a kulcs a te kezedben van. Tehát, ha körülbelül ezt levetítjük, akkor a Szabadkának a kulcsa is azt gondolom, hogy nagy mértékben a mi kezünkben van, és a mi polgáraink kezében van. Próbáljuk ezt a kulcsot úgy kihasználni, hogy kinyissuk az ajtót, és igazából kitárjon elénk a jövő, olyan jövő, amelyet áhítunk, illetve elvárnánk az elkövetkező időszakban. Köszönöm szépen!